2020 egy különleges év volt mindnyájunk számára, és a legdurvább az egészben az, hogy nem is kell részleteznünk, hogy miért. Mi mégis azon dolgoztunk, hogy az idejéről ne csak a nehézségek és a szívás jusson az eszünkbe. Azon dolgoztunk, hogy egyre jobbak legyünk, hogy fejlődjünk, és hogy legyen egy csomó pozitív fejlemény az életünkben. És egy kicsit ezen keresztül hát, ha a ti életetekben is. Talán a 2020-ban a főzde fejlődése egy olyan mértékű volt, ami még eddig, az elejét leszámítva tényleg, amikor a semmiből lett valami, még eddig nem történt. Tehát ez egy nehéz, de nagyon izgalmas időszak a számunkra, aminek a segítségével nagyon sokat fejlődünk. Sziasztok, Tomi vagyok, én is idén kerültem ide a MED-hez, és azért felelek, hogy a Road Beer újra a régi nagy fényében tündököljön itt a főzdén belül, valamint a marketing kommunikációban és hasonló dolgokban segítem ki a kollégákat. Sziasztok, Bálint vagyok, idén kezdtem el dolgozni a MED Scientistnél, október vége óta lettek a csapat tagja. Nagyon gyorsan sikerült beilleszkednem, és nagyon jól érzem itt magam a srácok és a hölgyek között. Minden nap motivál az is, hogy emberileg tudjuk egymást támogatni, valamint az, hogy finomabbnál finomabb sör különlegességekkel tudjunk előállni nektek. Nekem 2020 azt hozta, hogy elkezdhettem dolgozni a főzdében, aztán szerencsére át tudtam venni a labornak az irányítását, így most már több idő jut a labornak is a fejlesztésére, nagyon sok kutatást tervezek itt folytatni, különböző élesztőkkel, táptalajokkal szeretnénk egyre jobbá és jobbá tenni ezeket a vizsgálatokat, hogy minél jobb söröket tudjunk csinálni. Számomra azért volt egy érdekes nagy változás az idei év szakmailag, mert átvettem a Barrel Projectnek az irányítását, és itt úgy érzem, hogy végre, egyébként eddig is kiélhettem, de most főleg kiélhetem a kreativitásomat. Sziasztok! Ahogy az előző videóban meséltem róla, a kiszeléssel foglalkoztam, viszont ebben az évben sikerült úgymond szintet lépni, és most már a főzéssel foglalkozok. Úgyhogy lehet, hogy ez az év egy picit szürreális volt, de azért történtek jó dolgok így is.